Az elmúlt évben 265 játékengedéllyel rendelkező sportolója volt a nyíregyházi kosársulinak, közülük mintegy 120-an tartoztak az előkészítő csoportokba. A bázist jelentő Szent Imre gimnázium csarnoka mellett több nyíregyházi iskolában, valamint Záhonyban, Szakolyban, Nyírteleken, Máriapócson, Rakamazon és Újfehértón is igyekszik szélesíteni bázisát a kosársuli a kosárpalánta program segítségével. A kosárpalánta program a legfiatalabbak programja, az első, második, harmadik, negyedik osztályosok részére évfolyamonként, korosztályonként indulnak a versenyek, ahol elsősorban mozgáskoordinációt, labdaügyességet és egyéb más olyan dolgokat tanulnak, amik az általános testnevelés részei, tehát nem elsősorban kosárlabdázásról van szó. Nyilván, ahogy az életkorban haladunk előre, úgy fog egyre inkább a kosárlabdázás dominálni benne. Aztán utána a kosárpalántából jönnek az U11-es, U12-es és így tovább további korosztályok és az utánpótlás nevelés a kosárlabdázásban. A mi részünkről az a lényeg, hogy mi lehetőséget próbálunk biztosítani a megye valamennyi településén, ahol erre igény van, hogy a gyerekek a kosárlabdázást megtanulhassák, és a kosárlabdázással az igényeiknek megfelelően foglalkozni tudjanak. Tehát ez ne legyen egy olyan sportág, ami hozzáférhetetlen a számukra. A 10 éves újfehértói intézményben az elmúlt év elején adták át a tornatermet, jelentősen bővítve a diákok sportolási lehetőségeit. Nagy öröm számunkra, hogy lehetőségünk van a kosárlabdával is foglalkozni, hiszen a gyerekeink rendkívül sportszeretőek, a szülők is, és támogatják, megkerestek bennünket Gyula bácsiék, és mi örömmel álltunk a rendelkezésükre. Szerencsére a testnevelő tanáraink is olyanok, hogy szívesen részt vesznek ebben a foglalkozásban, illetve ebben a sportágban is. Korábban nálunk csak atlétika és foci edzés volt, de így bővült a paletta, és az elmúlt tanévtől kezdve kosárlabda edzéseket is tartanak a kollégák. A 3x3-as kosárlabdában tavaly világbajnoki ezüstérmet szerző Papp Klaudia szerint fontos, hogy megfelelő eszközök segítsék a fiatalok képzését. Amikor én elkezdtem itt újfehértón kosárlabdázni, akkor egy darab bőrlabda volt, és azt mindig a legjobb játékos kapta meg, és hát nagyon-nagyon harcoltunk érte, hogy megkapjuk ezt az egy bőrlabdát, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel a háttértámaszal, ezzel a sok segítséggel sokkal előrébb juthatnak a mai gyerekek ebbe a kosárlabdázásba. Egyre jobban érdeklődnek a gyerekek egészen kicsi kortól kezdve a kosárlabda iránt, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, egy nagyon pozitív dolog, hiszen a kosárlabdázásnak mindig szüksége lesz az újabb és újabb játékosokra, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez így is marad a továbbiakban itthon, és egyre nagyobb népszerűségnek fog örvendeni. A város polgármestere abban bízik, hogy a mostani kezdők idővel magasabb szintre is eljutnak majd. Én bízom benne, hogy minél több gyerek fogja elkezdeni a kosárlabdázást, ennek is köszönhetően az iskolában. Már vannak csapatok, akik itt játszanak, és bízom benne, hogy ha ezek a csapatok kinövik ezt a termet, akkor immár Szegedi Károly Sport és Szabadidő Központunkban is olyan meccseket tudunk rendezni, ahol nagyon sok néző tud eljönni. A polgármester elmondta, hogy a város egyik fejlesztési programjában szerepel egy utcai kosárlabdapálya építése is, amely tovább növelheti majd a sportág népszerűségét Újfehértón.